A Hesseg Mocskor, megint vasárnap este, Svábi Andris után, így illik, így kell. Hadd mutassam be a vendégeimet. Itt van ma este Farkasházi Réka. Itt van velünk Szandi. Régi látott barátom és kollégám Lovász Laci. És újra velünk Curtis. Na, ilyenkor bizonytalan voltam, Curtis, te ismered a Rékát személyesen? Nem, és... nem, most az adás előtt. De tiszteled a munkásságát? Persze, persze. Te is viszont? Honnan tudod, hogy nem jár a kisfiával Tintanyú koncertre? Hihetetlen. Ilyen gyorsan bedobni egy szponzorizét, vagy egy reklámszöveget, azért az nem na semmi. És Szandi koncerten voltatok már? Most kicsit rosszul esik, mert én, amikor volt egy közös melónk, én vittem a Szandi bakelitet aláíratni. Nem emlékszem? Tényleg, emlékszem. Nem emlékszel. Nem, hát én azt gondolom, hogy minden rendes magyar háztartásban volt akkoriban Szandi bakelit. Nem? Ugye? Igen. Szerintem ez így került oda is. Nem tudom pontosan, hogy mikor is. Nem, csak futotta. De nekem is volt svájci sapkám. Tényleg? És énekeltem a fond dezodoros... Jó, olyan tínézser amúgy? Énekelj egy részre. Nyugi doki? Igen. Kicsit Szandi akartam lenni. De jó, Laci, te jössz. Na, de csak van egy Szandi emléked, Laci. A Teenager Lamour című számot gyakran énekelte anyám. Nem a nagymamád? Ja, nem úgy értettem, hogy öreg vagy. Jézusom. Na várjál, folytasd, légy szíves. Tessék. Aranyos, hogy megmutatja a nemeteket. Szerelme szívek. De én nem tudok ilyen neveket. De te adtad díszek. Meg a hangnemet. Díszek. Én ezt nem értettem ez soha. Díszek. Nem számít más, csak ő meg én. Réka, igen. Nem olyan rég voltál, és új a frizú. Levágottam. Nagyon szép, igen. Nagyon régóta terveztem. Kellett hozzá bátor. Ó, hát én olvastam róla. Figyelj, ehhez kellett bátorság. Nem, mert dicsérni. Mert Réka egy ilyen brand a külsejében is. És én olvastam erről, azt mondtad, hogy kb. Egy éve tervezzük, de mindig volt valami, ami miatt nem lehetett. Réka, kik tervezzük? Tehát ki, hányan vagytok? Fodrász és én, kockával. A kocka fodrászom 20-akárhány éve. Uh-huh. Újabb reklám, akkor kettőnél járunk. Igazán... Vagy te is jössz, mindjárt. Az elérhetőséget. Mindenki ismeri kockát. Igen, kockával, és kocka... És hogy nem lehetett, mert forgattam hát egy sorozatban, igen, vagy olyan szerepeket játszottam a színházban, amiben nem tudtuk összeegyeztetni. És akkor most? Igen, most éppen nem forgatok újat, vagy legalábbis nem tudok még róla. De ez egy picit ugye a Tintanyúl, és most jól mondtam megint, szerepethez, mint énekesnő, azért te ugye gyerekek előtt énekelsz, azért ez a tündi-bündi, hosszúhajú, ilyen picit ilyen vidéki, szellős lány. Lány, az sokkal inkább, tehát te nem lehetsz hirtelen Miley Cyrus, ilyen melpiercinggel, meg ilyennel, hát, nem? De azért elmondanám, hogy a gyerekeket elhozzák az anyukák, meg az apukák koncertre, tehát hogy miért ne? Hát mondjuk nem melpiercinges, hát de hát miért ne lennek csinos? Nem van még a melpiercingtől, azt gondolom. De ez az első lépés oda? Igen.
Az jutott eszembe, amikor kérdezted a Lacit, hogy a nagymama hallgatta-e, hogy ez olyan drámai, eljön az a kor, amikor például az óvodában a gyerekemnek a óvodástársainak a szülei, azok már jóval fiatalabbak, mint én. Tehát én vagyok az idős anyuka, és amikor a anyuka akar barátkozni, és azt mondja, hogy jaj, képzeld el, hogy annyira a te voltál a kedvence, és szerelmes volt beléd a nagypapám. És akkor jó, így omlanak. Ez azért túlzás szerintem, nagypapa. Hát barátok között nagyon jó idősek, még tök fiatal vagyunk. Vannak ilyen nagypapák. Hát nem. Vannak fiatal nagypapák. Vannak. Ez egy harcot nagypapa. Egyébként ilyenkor mindig elkezdődik ez a találgatás, tudod, ezt szokták mondani, hogyha egy nő levágatja a haját, az mindig valamit jelez, nagy sorsfordulók, új élet, szakítás, stb. Hogy feléd jöttek ilyen kérdések, találgatások? Hát rajtatok kívül senkiben nem merült fel. Bocsánat, hogy... ő kérdezi, mi nem? Nem, ez szokott lenni, a nők akkor változtatnak, nem igaz? Tehát akkor változtatnak nagyot. A színésznők akkor, amikor lehet. Hagyjuk ezt a színésznőséget már tényleg. Tényleg? Mondjál már valami érdekesebbet, mondjál. Jó. Na hát ezért nem vágattam eddig le a hajam. De gyönyörű vagy. Köszönöm. Tényleg. Őszintén. Nekem volt egyébként rövid hajam, én 2012-ben úgy döntöttem, hogy levágatom. De annyira én ilyen vagy mindent, vagy semmit típus vagyok, és én oda mentem. Hogy? Nem gondoltuk volna. Igen. Lelírólam. Aha. És akkor én oda mentem az Anitához, a fodrászomhoz, és mondtam neki, hogy Anita. 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 A kezdes tévénézők írják, újabb nép, újabb telefonszám, újabb elérhetőség. Szóval Anitához a harmadik kerületben. Na jó, hadd mondjam el, hogy igen, nem Réka az egyetlen, aki kísérletezett. Nézzük meg először Atit. És azt beszéljük meg, hogy amikor ez történt, akkor milyen döntés... Mi történt? Igen. Ez a fesztivál szezonra egyszer csak kapott egy színt. Tehát ez gyakorlatilag akkor jött a nyár, jött a fesztivál, igen, és legyen valami új... Az ötlet az Agüerótól, egy labdarúgótól származó, de jól néz ki neki. Gondoltam, nekem is jól fog kinézni, neki jobban nézett ki, azért meg majd, neki jobban áll. És akkor ez a fesztivál szezonra lett, ez ennyi. Hogy a fodrászod neve? Igen, a fodrászom, aki csinálta meg. Itt van Szandi, amiről ő beszélt. Tök igen. Jó. Figyú, ez tök jó, Szandi, ezt kérem vissza. Ez jó. Én lépésekben jutottam el odáig, mert ez az első lépés volt, és utána felnyílattam, képzeljétek el, mind a két oldalon. Pedig az is. És igen, még az is megtörtént, és emlékszem, hogy Anita, es neki a géppel. De hol? Mondom, itt két oldal, így nyílt fel. De mi volt akkor? Tehát mi volt az oka, Szandi? Annyira jó érzés volt. Jó, nem azért, mint a Britney Spears, amikor bement, és tudod. Tehát ez nem az volt, és semmi bajom nem volt, csak egyszerűen változásra vártam. Hát ha már 16 éves korom óta ugyanaz a férfi van az életemben. Miért nem az ő hajába a telefonszámon... Bocs. És igen? Akkor ugyanaz a telefonszámom is, amióta a telefonom van. Hát akkor már a hajamon hagy változtassak, tudod? Tehát lehet, hogy ez az érzés volt bennem. Hát lehet, hogy dominókártyával jobban jártam. Miért? Ez tök jó ez a haj. Ez azonnal 10 év leugrik. Tényleg? Vágos, de jó, mondjuk ez 10 éve volt. Nem merem. Most nem vagy bátor? Mondd, most kellene. Ez az. Te is. Na akkor menjünk együtt nyiratni. De most vágattam le. De még, hogy így feltoljuk. Hát jó. Na, a Lacinknak is van egy... Jézusom, melyiket szerzett? A gyönyörű haja. Igen, most itt nálad ugye azt kell kérdezni, hogy ez miért került le? Tök jól nézel ki, Laci. Itt éppen a Csernus Imre hasonmás verseny. Harmadik helyezett jelentét láthatunk. Egyébként hízelgő. Neki. Nekem tudod, ki jutott eszembe? Antonio Banderas. Ugye? Ilyet még nem mondtak neked, Laci, soha. Na? Adj egy csókot. Figyelj, ránézek erre a képre.
És Catherine Zeta-Jonesként látom magam mellette. Ja, hogy az egész erre ment ki, hogy téged le Catherine Zeta-Jones-hoz. Igen, de Laci, te is hoztál valaki a döntést, és ezt ledobtad. Ez miért és mikor? Mi volt a motiváció? Meguntam ezzel a foglalkozást. Azért ezek, hát, tudjátok, mi van a hosszú hajjal. Szóval nem bírta. Azon kívül az édesanyám, aki mindig is, hát nem azt mondanám, hogy anya tigris, inkább azt mondanám, hogy tigris anya. Ő így mondta nekem, hogy kisfiam, nem látszik belőled semmi, csak egy nagy haj, meg egy orr. Mondtam, hogy... Egy szerető anya. Kösz, anyu! Igen, aztán kocintottunk. Egy picit beszélünk Curtisről, mert ugye mindannyian olykor belekerülünk egy ilyen bulvár spirálba, és történt nemrég az, hogy ugye Valentin nap volt, és egy ilyen romantikus vacsira elvitted a barátnődet, és akkor megcsillant, egy videót vettél fel, és akkor megcsillant egy gyűrű éppen, de teljesen ilyen szándék nélkül ezen a videón, és akkor egyből jöttek a cikk címek, ezeket olvasom most. Curtis nem szeretné feleségül venni a párját. Curtis 2. nem hiszek a házasságban, egyszer már megpróbáltam. Curtis elárulta, miért nem szeretné feleségül venni a párját. Curtis nem hisz a házasságban. Curtis kiábrándult a házasság szentségéből. Curtis tagadja, hogy eljegyezte volna párját. Itt van ez a videóból egy apró screenshot, tehát tényleg épp hogy lement a kamera és fölment, tehát ugye ennyi volt. És gyakorlatilag ezek, de Curtis tagadja, hogy ez azt jelenti, hogy Curtis eljegyezte, de letagadod. Igen. Ugye, hogy ez nem ilyen... lepődnék meg a pillanatokon belül elhangozni egy ékszerészetnek a neve. Na de tévedsz, Laci, mert egyébként elmagyarázta, hogy ez nem ő vette ezt a gyűrűt, ez egy régi gyűrűje a barátnőjének. Tehát, hogy... a páromnak, és igazából csak elmentünk egy valentinnapi vacsorára. Na, meg pont ezt mondtam, hogy azért ennyire közhelyes csávó nem vagyok, hogy valentina, jó, nem karácsonykor kérem meg a kezdet. Ez nem direkt csinálta ezt a fotót, direkt. Ez nem fotó, ez egy videó. Ez egy videó, csak ezt szúrták ki, azért állítottuk itt meg. Igen. Ja, értem, azt hittem, hogy direkt nem, ez egy videó volt, mert... Ott énekelt a Mucsi Zoli. Igen, odajött hozzánk, Muhaid Zoli, odajött, ja. És akkor énekelt nekünk, és akkor ezt föl megörökítettem, mert nagyon kedves, ja, volt tőle. És közben lesvenkelt, hogy fogják egymás kezét, azt ízni, de vissza Mucsi Zolira. Ja, és lesvenkelt, hogy zsűrje. Ja, igen, ide nézzetek, milyen jól énekel Szabó X-et. Tudom én, hogy mennek ezek. De tényleg nem volt semmi. Kb. Ennyire lennék jó influencer. Tényleg a lényeg. Nem jegyezte el, nem is ez a lényeg. Mikor fogod? Jaj, már. Na tessék. De most nem ez a lényeg. És mikor jön a gyerek különben? Nem igaz. Igazából a páromnak sem fontos az, hogy mi összeházasodjunk, vagy eljegyezzük egymást. Mi jól érezzük magunkat együtt. Nem gondoljuk azt, hogy attól, mert hogy eljegyezzük egymást, vagy éppen összeházasodunk, attól valami extra plusz fog minket érni. Amikor eljön az ideje, akkor eljön. Szóval nem vagyunk ellene. De most még nem. Én teljesen egyetértek veled, ugyanakkor itt egy olyan körben ülünk, ahol több évtizedek óta toljátok a házasságaitokat. Hát van itt egy 70 év házasság szerintem. Egyébként igen. Igen. Hogy nektek mi az, amitől nem tudtatok megmaradni simán így 20 évig, úgyhogy nem... Tehát, hogy miért? Ti nagyon hisztek ebben a sztoriban. Mi 7 év után házasodtunk össze, tehát nektek még bőven van időtök. Mi vagyunk. Na de mert 13 voltál. Mi van 11. Én egyébként 16 éves voltam, amikor összejöttünk a Csabival, és én onnantól kezdve már gyereket akartam. Egyszerűen éreztem, hogy ő lesz a gyermekeim apja. Ezt nem lehet elmondani, hogy ez hogy jött. Első pillanatban egy láthatatlan szál kötött minket össze, de nem éreztük azt, hogy mi feltétlenül azonnal össze akarunk házasodni. Csak már én ezt láttam, hogy nekünk lesznek gyerekeink, én ezt éreztem. Ezt ott a fagyizóban. Emlékszem hát mindenre. Igen. Szóval, hogy az a lényeg, hogy aztán mi 7 év után összeházasodtunk, és a férjem csak azt mondta, dolgoztasson szakemberrel. 9 hónap múlva megszületett a lányunk. Esküvő után. Gyönyörű. Tehát mi azért házasodtunk össze, mert azt mondtuk, hogy a gyermekünk fogadjon már úgy, hogy mi férj és feleség vagyunk. Oké, akkor ez. Réka, te miért? Megúsztad. Én 17 éves voltam. Mikor?
Amikor... Mondja magát a kérdés! Nem így értem, a házasságothoz képest. Hadd mondjam én, Réka! A tiédet, Laci, a tiédet mondd el. Ja? Igen. Hát arról annyi mondani való nincs, mint a Rékáéról. De nem az, hogy miért kellett. Tehát, hogy miért érezted azt, hogy ez most kell? Hát rámentünk a család támogatásra. De ez is egy érv. Mennyit kaptatok? Ha elfogadod, én örülök. Na és mennyit kaptatok ezért? Állítólag jó maga... Figyelj, mert lehet, hogy elgondolkodok én is rajta, csak azért, hogy állítólag jó maga viselettel hamarabb. Rékám, tehát 17 voltál. 95-ben, igen. Igen. Adtunk időt. És akkor kérték meg a kezed? Nem. Ez később volt. Mi 6 évet vártunk az esküvővel, és aztán 2001-ben házasodtunk össze. Én nagyon szerettem volna esküvőt. Hát ilyen romantikus lelkületű kislány, aki Szandi akart lenni, aztán később menyasszony. Tehát ez akkor itt a magyarázat. Én nem vagyok romantikus lelkű kislány. És nem akarsz Szandi. Ennyi. Igen. Meg azt is mondta a Körtész, hogy ezt ő nem ilyen közhelyes, hogy Valentin napkor, stb. Hogy nektek mennyire volt közhelyes a lánykérés? Mi megbeszéltük. Reggeli közben? Atya úristen. És mi szépen megbeszéltük, hogy és marha jó esküvőnk volt, és tök jól megszerveztük. A lánykérés, hogy volt drágám. Reggelinél leültetek. Igen. Csabikám, hétvégén hány hagyni? Nem Csabikám, hagy... Csibisz és Gizi, így hívjuk egymást. Csibisz, hétvégén hány hagyni lesz? Akkor a vasárnapot húz már ki, mert akkor délbe a fagyizóba talizunk, és akkor kérd meg a kezem. Rendben, akkor így leszed meg, ez egy ötlet. Te Gizi, ez így nem jó. Igen, megbeszéltük, hogy akkor összekéne házasodni. Nem, azért ennél romantikusabban, szerelmesebben beszéltünk, hogy jaj, de jó, akkor tényleg, és tök jó lesz, és így. Ez a hang nem volt más, igen. De a tiéd tuti, hogy ilyen Romi volt, nem? Romi volt, de... Közhelyes volt? Lehet. Számotokra biztosan. A szüleimtől kérte meg a kezembe. Ja, utána nálunk is megtörtént ez természetesen. Jó. Csak előtte megbeszéltem. Még le is térdelt elém, és úgy kérte meg a kezem utána. Már átmentünk Romiba. Bocsánat, utána. Majd ne ijedjetek meg, följön egy csávó az első emeletből. Az abszolút, igen. Igen, a párod szüleinek az egy tisztelet nyilvánítás. Na jó, ezt a témát lezzük, de annyit még el szeretnék mondani, hogy Atival tegnap majdnem találkoztunk, mert Atinak volt egy sajtótájékoztatója, ilyenkor most Körtiszt mondok, nem Atit, volt egy sajtótájékoztató, és úgy volt, hogy én celebrálnám az egészet, de utána erre a műsorra készültünk a szerkesztőséggel, nem tudtam elmenni, de azért két mondatban mondd el, hogy mi volt a sajtótájékoztató témája. De aranyos vagy, köszönöm szépen. Na, hát ne viccelt a fodrászok után. Csak belefér meg a Szabó X-re, amit mondtál. Remekül sikerült, én is nagyon sajnálom, hogy nem lettél ott. Igazából egy 5-6 dalt adtunk elő, teljes látvánnyal, ahogy az látható lesz majd a fesztiválokon, és ma már a cikkek csak pozitívak, szóval én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki részesen. És összeraktál egy szuper zenekart. Igen, egy nagy zenekar, ez egy komoly produkció lesz. Alig várjuk. Alig várjuk. Köszönöm szépen. Jövünk vissza nem sokára. Kíváncsi vagyok, hogy itt a férfi-női nézet különbségek mennyire fognak megmutatkozni. Tiger Woodsról van szó, Tiger Woods nem feltétlenül a nők kedvence, vagy sok szexbotránya volt, minden, de egy kitűnő, a legkitűnőbb golfozó ever. És most egy golf, nem tudom, versenyen, vagy minek mondják ezt, részt vett, egyébként a barátja ellen. Egy nagyon jó játszott. Sztori van erről, tényleg. Jó. A barátja ellen játszott, és a lényeg az, hogy a nő egyletek és női jogok és nem tudom milyen képviselők kiszúrták azt, hogy poénból a haverjának valamit átsúsztatott így a két ütés között a kezébe. Hogy mi volt ez, ami megsértődtek a nők? Egyáltalán meg kell ezen sértődni,
Ezt majd megbeszéljük, jó? Ne sír. Sminkkorrekciót szeretnék. Sminkkorrekció. És reklámszünet. Jövünk mindjárt. Hát, újra itt vagyunk. És mindenkit szárazra törültünk. Itt van velünk Farkas Ági Réka, Szandi, Lovász Laci és Körtész. És Tiger Woods sztori. A Tiger Woodsot azért gyorsan bemutatom, akik nem ismernék, tehát ő éveken keresztül vezette a profi golfozók világranglistáját, többször megválasztották a világ legjobb férfi sportolójának, ami nagyon nagy szó. Aztán ugye elhíresült magánéleti botrányairól, 2 éve pedig súlyos autóbalesetet szenvedett, és ezután egyébként kérdéses volt, hogy tudja-e egyáltalán folytatni a sportolói pályafutását. Utoljára nagy versenyen tavaly júliusban szerepelt, és most egy nagy visszatérőként a Genesis Invitational profi golftornán megjelent, és rögtön botrányba is keveredett. Az történt ugyanis, hogy egy sikeres kör után, ugye a golfot ismeritek, egy sikeres kör után a vele... De csak itt bólogatnak sokan, jaj, most is onnan jövünk! De nem, de láttatok már ilyet. Hát, lukak, ütő, labda, lukak, ütő. Ez, dombok. Na, itt megvan, megvan Szandi. Labda. Ez úgy a botrányoknak az oka is a Tiger egyébként. Labda, lukak, dombok, fű. Igen. Így, pontosan. Curtis ma már csak a dombok, így. Szóval egy sikeres kör után a vele egy csoportban játszó, egyébként jó barátja, ezt hangsúlyozom, Justin Thomas kezébe csúsztatott valamit. Megmutatjuk ezt a videót. De jó a zene alatt. Ez egy gyenge ütés, igen, és erre ott megy egymást, hopp. Hopp, ki is esett. De szóval, nevetnek mind a ők nevetnek, hát persze, ők nevetnek mind a ketten. Hát, biztos valószínű, hogy tudják, ezek van valami, ez barátok, biztos. Haverok közötti persze. Kis cukkolás, kis adni. Nagyon jó, de a sajtó kiszúrta ezt. Kiszúrta ezt, így gyakorlatilag, nem biztos, hogy láttátok, egy tampont, igen. Egy tampax, tampont csúsztatott át a kezébe, és ezzel nyilvánvalóan azt üzente, hát ezt szokták így sportban néha mondani, hogy úgy ütsz, mint egy láb. Tehát, de nézd már meg mekkora. Hát igen. Ez egy vagy egy csomagolás? Ez applikátorral együtt. Tehát, igen. Kifinom, hogy tudásod van tampon ügyben. Hát, applikátor, szárnyas, minden tudok, amit erről a műfajról tudni kell. Egyébként Áber Anita képzett ki. De nyugi, egy hétvége alatt megvolt. Érdekes a helyzet, a kontextus. Tök érdekes, mert... Van egy ugyanilyen hasonló sztorim, ugye én ugye nem sportolok, a barátnőm viszont versenyszerűen, ugye profi, hát hébe-hóba focizom, és elkértem az ő sporttáskáját, hát nem rózsaszín, fekete táskája van, mondom, hagyj kérjem már, elmentem focizni az Újpest Öreg Fiúk csapatával, bemegyek az öltözőbe, pakolom ki a cuccaimat, és valahol így kihúztam így a ruhámmal együtt egy tampont, így, és így tényleg így kiugrott egy tampon itt. És így, és gondoljátok, hogy tele férfő, és így nézik, rám néznek, vissza, nálad már nem lepődünk meg semmin, és ők azt mondtam, hogy ez megtörtént ez a dolog, és hogy visszatérve Tiger Woodsra. Visszatérve Tiger Woodsra, a sajtó kiszúrta ezt, látjátok, ez ilyen kis rejtett poén volt, a sajtó ezt kiszúrta, és aztán mindenkinek megvolt, cikkek százai születtek erről, még Michael Johnson olimpiai bajnok atléta is nyilvánosan kiakadt a Twitteren, egy amerikai női egyenjogúságért küzdő egylet elnöke is megszólalt, és azt mondta, hogy Tiger Woods ennek kapcsán nőgyűlölő, tiszteletlen, érzéketlen a világ összes nőjével szemben, és megkérdezte, hogy vajon Tiger Woods a menstruációt a gyengeség jelének tekinti-e? Édes Istenem! Itt több dolog is van. Az első az, hogy nem tudhatjuk, hogy pontosan nekik ebben mi a vicc.
Szóval nem biztos, hogy azért... Hát gondolom, hogy egy gyenge ütés, hogy a... Hogy a... Nem biztos, nem biztos. Lehet, hogy pont van egy olyan sztoriuk, mint mondjuk nekem, és innentől kezdve lehet, hogy nekem majd hoznak egy tampont, mert én nálam nem tudhatjuk, hogy ők... Mit? Egy blokkal korábban arról beszéltünk, hogy te elvitted a szerelmedet vacsorázni, és akkor a harmadik cikk már arról szólt, hogy te miért vagy házasságen esett, hogy nem, Jézus Mária, én ezt nagyon túlzónak találom. Igen. Túl sokat látnak bele, nincs ennyi az egész, egy belső poén is kész. Egyébként nyilván, azért, és ő ezt mondta Tiger Woods-e sajtótájékoztató, rákérdeztek nála, és akkor a végén azt mondta, hogy hát bocsánatot kér azoktól, akiket esetleg ettől, vagy ezzel megbántott. Szóval... Miért bántódik? Miért kell ez? Hát ezért, mert itt ugye azt mondja a nő, hogy ezek szerint, mármint ez a nővédőnő, hogy ezek szerint... A menstruáció kérdezi, szégyelni való-e, vagy a gyengeség jele-e? Az a baj, hogy én tehát értem, hogy honnan indulnak ezek a gondolatok. Hát várjál, de te mondtál mértékben... a keresztrejtvényben a szexista keresztrejtvénynek nagy ellenharcosa. Én nem voltam nagy ellenharcosa, beszélgetést kezdeményeztem róla, de hogy én ezt már túlzónak tartom, és igazából hosszú távon kifejezetten károsnak. Tehát elmegy egy olyan irányba most már ez, amikor már lassan tényleg nem lehet semmit mondani, semmit gondolni, és hogy abban nem gondolunk bele, hogy fiatal generációk fognak belenőni egy olyan világba, amikor már igazából nem is lehet ismerkedni, mert már az, hogy ránézel a másikra, felér egy semmit zaklatással. Hát látod, amikor beledöltél a Laci ölébe, hogy úgy megijed. Mert... Én csak oltalmat kerestem, nem mást. Hát nincs is ott semmi más. Hát pedig ott más nem találsz. Nem érem, nem pirultam el. Szóval akkor abban egyetértünk, hogy itt ez két haver közötti persze. Valami belső poén. Ugye azt is láttuk, hogy rejtve adta oda. Tehát ő nem nyilván nem így adta oda, hanem rejtve adta oda. Ugyanakkor meg azt mondják, hogy neki tudnia kellett volna azt, hogy ez el fog terjedni, hogy ezt ki fogják nagyítani, hogy ezt be fogják zoomolni, tehát hogy ilyet nem lehet csinálni. Lehet, hogy egy tampon reklám. Tényleg, lehet, hogy egy reklám. Hát ti már csak tudjátok. Az én fejemmel gondolkodunk, akkor... De egyébként... De hogy az tényleg, hogy egy versenyen... Visz magával egy tampont, a Tiger Woods hatalmas forma amúgy. De miért visz magával? Igen. Milyen lehetett, igen? Tiger Woods reggele milyen lehetett, amikor készült, hogy ezért... Ezt oda teszem nem tudom, hogy hívják a fiatalembert, itt mondtál. Ja, mindegy, oda teszem a haveromnak, mert ez egyszer úgy is üt rosszat, akkor ezt odaadom majd neki. De pontosan. Inkább díjazni kéne, hogy készült erre, hogy várta ezt a pillanatot. De pontosan. De, szuper. Lehet, hogy a kávézóba is, hogyha bemegy, és gyenge lett a kávé, amit kapott, akkor... Ne, ragaszkodom hozzá. Jó, akkor szerintetek itt a poénkodás, két haver sportesemény, és láttuk, hogy gyengét ütött a haverja. A tampon minek a szimbóluma most, amikor átadta? Ez az ő kettős valami belső neki, poénjuk, neki. És ennyi. De mi a szimbólum? Hát lehet, hogy kiugrott ez az, amit nem tudhatunk. Nem, ez olyan, mint amikor, hogy mire gondolt a költő ennél, lehet, hogy tök nem arra gondolt, nem tudhatjuk, hogy mire gondolt. De ezek után az én Facebook oldalamra, a privát oldalamban ne nézzenek föl a vasárnapi baráti foci után, hogy milyen kommentháború megy a két csapatban, mert ott aztán engem szerintem a Kossuth téren fölakasztanak. Nem tudom, de egyébként tényleg tök veszélyes ez a terep, mert már én sem merem, tehát nem merek megfogalmazni egy gondolatot, ami most egyébként motoszkál bennem, mert aztán majd megvádolnak, hogy én nőként nem látom, hogy ez mennyire nőgyűlölő. Igen, egyébként cselekedet, nagyon nehéz dolog. Itt hogy mit mersz mondani már, mert egyre kevésbé mersz. Ebben a pillanatban nem mersz valamit mondani, igen, most átgondoltam, hogy aztán nehogy az legyen belőle, hogy majd megkapom, hogy nem tudom, én nőként. De egy Amerika keményebb terep ilyen téren, nem Magyarországon még jobban lehet. Itt Magyarországon mondhatsz most még bármit szerint. Komoly, nem, tehát hogy nyilván bármit nem. De hogy szerintem itt, hogy most Magyarországon a Tiger Woods mellé állsz, és azt mondod, hogy ezek a nők túlgondolják, és baromság, akkor itt még nem fognak betámadni. 5 év múlva lehet. Simán. És előveszik, igen.
előveszik, hogy Farkasházi Réka annak idején. De tényleg, tehát hogy erről szoktunk beszélni, hogy simán van az, hogy egy komikus azt mondja, hogy egy 15 évvel ezelőtti poénomat most előszedik, és a mai korban az szétszedik. Hát ne viccelj, mert nem oké. Klasszikus könyvekből kihúzatnak szavakat. Igen, tehát Hemingwaynek ki kell húzni, amikor le... már nem lehetne mondani, megcsinálni, meg beleírni egy forgatókönyvbe bizonyos jeleneteket, amiket ma már nem lehet. Szóval tényleg vannak ilyenek, úgyhogy 5 év múlva ki tudja, mi lesz. Igen, nagyon kevés. Egyébként a sportolóknál, sportolók között vannak ilyen rejtett csintevések, sértések, nem tudom, futballban. Csak azok vannak. Igen? Nem, egyébként pont az ilyen baráti focikon, hogy mi összejárunk Kabát Petivel például, igen. Stb. Hát igazából a legfontosabb része az egymás elleni mérkőzésnek az utána az, hogy egy hétig meg a vesztes szivatod, és tényleg és lehet szívni a vérét. És ez is erről szól, szóval semmi több. Igen, de nem kell ebbe belátni. Világban is lehet ilyen, akár hát például egy koncertet, egy turnén, az utolsó koncert, ugye a temetése, vagy turnétemető koncert, úgy hívtuk régen, hogy turnétemetés van, és az az utolsó koncert, és ott mindent lehetett, minden, mint április 1-én, hogy ilyen tréfák. És hát a Isten nyugosztalja, Fekete Gyuszi Szaxi Maxi hozott, vagy rátette, tudta, hogy én irtózom a sáskáktól, attól rettegek. És egy bazinat sáskát rátett, volt egy jelenet, ahol ő eljött a mikrofonta, vagy nem tudom, az a lényeg, hogy nekem oda kellett tartanom a mikrofont a Szaxihoz, hogy megszólaljon, és odarakott a végére egy ekkora nagy sáskát, és tudta, hogy nekem oda kell, mert nem szól a Szaxi. Szóval ez milyen? Akkor itt az állatvédők például mondhatnák, hogy szegény, megsüketül a sáska. Vagy volt olyan, hogy behoztak egy felfújható, ez is egy utolsó koncertem volt a turnén, behoztak a Ródok egy medencét, egy gumimedencét, és feltöltötték ott vízzel, miközben ment a koncert. Na hát a Szaxi Maxi azonnal befeküdt fekve ruhában, szaxofonozott a vízben, majd a végén, mivel nem volt benne annyi víz, fogta, és ezt az egész nagy medencényi vizet ráöntötte a közönségre. És akkor most vagy felfogják, hogy milyen poén. Ez a februári kocsonya fesztivál volt, Miskolcon. Így dermedten álltak a végén. Ja, de most, ha Curtis megcsinálna ezt, lehet, hogy óriási balhé lenne belőle. Mert lehetne belőle, lehet, hogy felháborodna a közönség, vagy hogy reagálják le. A pezsgő kaviár, nem mondjuk kivinél, én szoktam pezsgőt locsolni, de nem szokott probléma lenni bele, szeretik. Mondjuk, de nem egy medencényi vizet. Nem. De talán még a víz az jobb, mint a pezsgőben, nem ragadt. Hát a pezsgő jobban esik. Szereti, kedvelik. Te mivel szoktad alázni a gyerekeket? Nem alázom a gyerekeket, én szeretem a gyerekeket. Jó, de szokott lenni. A gyerekek például nem értik félre a dolgokat. Tehát, hogy ők, ugye? Igen, ők azt veszik, ami van. És nem dumálnak mindenféle. Nem magyarázzák túl, nem. Hogy ez most miért történt, így, hogy történt, igen. Egyébként képzeljétek el, hogy ugyanez a haverja egy pár évvel ezelőtt Tiger Woods-ot megviccelte, szintén golf, és egy darab gyepet tett a fejére, gyakorlatilag kicikizve ezzel a kopasságát. Hát akkor ezt ugyanúgy meg lehet... Hát de ez nem, igen. De ez is poén, hát most hát látszik rajta is, hogy poénnak fogja fel. Ez poén, csak ezért mondom, hogy hogyha ez a tampon ekkora probléma, akkor ez is. Akkor én a kopasz emberekért alapítvány szóvivője kiállok, hogy milyen szemét ember ez, hogy megalázott minket sőt, a kopasságunkban. Sőt, bennünket férfiakat, mert ez a mi gyengeségünk, igen. A kopaszodás, és akkor ez, hát ez... És senki nem háborodott ezen fel. Én azt mondanám, mindenki. Hogy a Lovász Lacival elmegyek délután teniszezni, Réka, adjam egy tampont poénból, akkor te adnál, vagy megsértődnél? Nem kezdeném el elemezni, hogy és miért szeretnéd azt a tampont. Hanem adnál szó nélkül? Igen. Adnád és kész. Köszönöm. Nekem de aztán ne sodorj bajba ezzel. Hogy tőle nem volt. Szóval miért nem lehet ez picit lazában? Most viszont van egy gyöngyszemünk, amit a Veszprém vármegyei rendőrség, hogy nekem is meg kell szoknom, rendőrség tett közzé, igazoltattak egy autóst, egy idősebb úr volt, és a rendőrök közben azt látták, hogy az autós ugye kinyitotta az ajtót, és az igazolványt adta, hogy a műszerfalon egy ilyen kartonlap fekszik, és azon van egy használati utasítás, ezt nézzétek meg. Tehát első nyíl kuplung, bal lábbal, kuplung bal lábbal, utána sebességbe 1, 2, 3, 4, 5. És hátra menet.
Ja. Tehát, hogy aki vezette az autót, az nem emlékezett pontosan, és akkor ez egy ilyen emlékeztető vezetés. Önmagának, egyfajta segéd. De, önmagának, igen. Aha, de túl sok a betű. Inkább jeleket kéne rajzolni, mert... Hát, nem. De lehet, hogy pont ebből ért. Szerintem hát inkább ezt jellem, tudni kéne, ha már beülünk. Én lerajzolom a három pedált. Figyelj, de hogy ez szóval, hogy ez... Tehát látod ezt a helyzetet, amikor, és hol van a papír egyébként? Tehát legalább nem, az a műszerfalon van. Ja, azért, jó, azért ő nyilván tudott vezetni, csak hogyha elfelejtené. Útközben, akkor azért, ja, kuplunk. Igen. Hát azért az nagyon király, amikor érsz oda a kereszteződ, és meg lecsúszott. Igen. És a fék nincs fölírva, a fék nincs fölírva. Most védelem meg, az egy meg. Másik táblán van. A női sofőröket, akik mindig ugye elkéznek, hogy ez egy bácsinál volt, egy férfinél volt. Igen. Szóval meg vannak védve. Ugye ezt a képet a rendőr kapitánság, vagy a rendőrség posztolta ki, és ezt írta hozzá. Önmagát és másokat is veszélyezteti, ha így vezet. A veszprémi rendőrkapitányság járőrei a közúti ellenőrzés során egy olyan járművezetőt igazoltattak, akinek autójában a műszerfalon egy kézzel készített járművezetésre vonatkozó használati utasítás volt. A rendőrök hangsúlyozzák, hogy nem kizárólag a gépkocsi vezető felelőssége, hanem a hozzátartozóké is, ha olyan személyt engednek közúti forgalomban közlekedni, akinek vezetési gyakorlata, kresztudása ismétlésre szorul. Szeretetek egyébként... Elengedték? Vagy tovább mehetett? De mi alapján büntetik meg? Igen, most az, hogy nekem mi van a műszerfalamon, milyen papírok, persze. Az semmi közük. Én lehet, hogy csak poénból tettem ki. Lehet, hogy valaki megviccelte. Mondjuk biztos azért állították, lehet azért állították meg, mert már ott furcsán közlekedett. Állítsuk már meg, mert valami nem tiszta, és akkor még pluszba ezt találták. És mennénk egy kört, és megnézném, hogy a papír nélkül is megy. Nincs puska, a puska. De egyébként mi az aggályos ezzel? Lehet, hogy automata kocsia volt, mert nem tudom én, diszidált 56-ban, most jött haza, és eddig csak automaták vezetett. Ebbe az a, hogy ő, tehát ha valakinek... Ez lehet. És egyébként tök jól vezet, csak... Tehát ha valakinek ekkora betűkkel kell kiírni így az orra elő, hogy kuplung, azt az, ami az úton történik, abból mit lát? Hát, én úgy elképzelem, hogy a lányom mondjuk másfél éve kint él San Franciscóban, és ott csak automata autókat vezet, és hazajönne, akkor és előtte vezetett itthon, de én azért nem raknék neki ilyen papírt az ablakba. De miért? Ez miért aggályos? Kicsit gyakorolgatnánk, aztán utána... De még, amikor főzöm, én például amikor szoktam főzni, még ha olyat is, amit egyébként többször főztem már, csomószor, hogy belenézek a receptbe. Igen, hát, és nagyon veszélyes, mert miközben belenézek, közben... Felfröccsen a kaja. Így van. Nem mond tovább, Szandi, felfröccsen. Hogy tök jót mondasz, vannak előadók is, akiknek van a dalszöveg sugógépük. Hát hogy tudják, mert igen. 30 éve éneklik a dalokat. De a biztonság kedvéért ott van. Nekem van új daloknál, kirakom oda a papírt, és nem nézek rá, de az, hogy ott van... Hogy ott van. Ott van, az engem megnyugtat, de én nagyon. Nekem szokott jó. Lenni időnként puskám. Kocsinak is van puskám. Nekem is van puskám, persze. Nekem nem, de léptem föl. Mondjuk ezt a sok rap szöveget hogy tudod megjegyezni? Hát én írom az... Hogy jön? Ezt amúgy nehezebben jegyezném, meg én is. Ez milyen szép műfaj kritika volt. Jó, de visszatérünk most erre. Nem, amit írt meg, ez érdekes, hogy a rendőrség, hogy a hozzátartozók felelőssége is. Ez milyen mondat? Tehát, hogy gyakorlatilag nem engedem ki a nagyapámat. Hát vezetni, a nagyszüleimért az utolsó 10 éve biztos, hogy nem vállaltam volna felelősséget. Hát ahogy jó, vezettek. Egyébként ebben van valami, mert hál' Istennek fantasztikus egészségnek örvend a dédink, 95 éves lesz. Isten értesse. És rá kellett parancsolnunk, hogy ne üljön többet biciklire. És akkor ezzel még mindig haknizik, hogy nem azért nem biciklizhet, mert nem bírna a lába, igen. Hanem mert a családja azt mondta, hanem hogy az anya már nem annyira túl gyorsan tud reagálni. Szlájdoljon meg ilyenek, fura volt. De hogy tényleg, ebben lehet valami, tehát lehet, hogy a bácsi már
valóban nem való a forgalomban. De látja, ami oda van írva? Ja, de hát akkor persze, hát olyan nagybetűkkel írta. Csak én nem értem, hogy miért a mi felelősségünk az, hogy a nagypapi hát most az hogy megy ki az utcára. De akkor miért nem csinálják azt, hogy három évente újra le kell vizsgázni? Egyébként szerintem le kell már ilyen időskorban. Vizsgázni nem, szerintem orvosira kell sűrűbben járni. Csak orvosi? Igen, szerintem vizsgázni nem kell. Nektek volt egyébként olyan, hogy valakit, de legyen az bárki a családból, vagy baráti körben, egy olyan helyzet, hogy nem engedtétek vezetni? Volt. Vagy mert rosszul vezet, vagy másokból? Volt. Igen? Nekem is. Mi volt a sztori? Ivott valaki. És akart vezetni. Ja, hát ez nem. És te megakadályoztad. Meg. Jól tetted. Ezt szigorúan kell venni. Hát mert ugye az én hibám volt, nekem volt egy ilyen hibám, hogy én ugye beültem egyszer szilveszterre villadó reggel, és baj volt, ugye az oszlopot kivittem. Én azóta erre nagyon-nagyon figyelek, hogyha meg is próbálja, mindig elmesélem neki, hogy az én hibám volt tanulja, hogy ez akkora hülyeség van. Ez egyik legnagyobb hibám volt, amit elkövettem, hogy akkor én ott beültem, hogy senki, még véletlenül se eszébe se jusson. Szóval én a buliban mindig az ők, aki mondja, hogy nem, én hívok neki sofőrsegélyt, vagy szólok az embereknek, és akkor elviszi A-B-be. Én beszéltem le úgy családtagomat, aki végül meg is szerezte a jogosítványt, de hogy nagyon sokat gyára, nagyon nehezen, és végül a családdal együtt megbeszéltük, hogy nem. Mert egyszerűen nem alkalmas ön rá. Ön is közveszélyes. Nem. Nem. Tehát, vannak olyan adottságú emberek, akik nem tudnak egyszerre több dologra koncentrálni, már pedig a forgalommal elég sok mindenre kell egyszerre koncentrálni, és úgy gondoltuk, hogy ez felelőtlenség. Nagyon jól tettétek. Egyébként én azt gondolom eleve, tehát most itt szegény, ott a kuplung meg a izé, hogy minden autónak már automatának kéne lenni. Tehát, hogy nem? Vezet még valaki kéziváltósat? Nekünk én az nem, egyik autónk olyan, és én annyira szeretem, hogy az egyik olyan is, ez ragaszkodom. Tényleg? Hogy ne felejtsem el. De olyan komplex mozdulatsor. A fiamat például ragaszkodtunk hozzá, hogy rendesen váltós autón tanuljon megvezetni. Gondolj bele, hogy három pedál, indexkar, legalább 5-6 különböző én sebesség, egy kormány, és négy végtagod és van. És meghúzatom, és váltok, és minden tök jó. Tényleg? Én nagyon szeretem. Én is. Tényleg, te is szereted? Én már szeretem a váltásokat. Meghúzatom, úgy mondják? Meghúzatom, igen. Nem tudom, mit akarsz meghúzatom. Mondani. Meghúzatom. Van, mind a kettő jelent valamit, csak máshol kell használni. Igen. Pont most olvastam egy cikket arról, hogy autógyártó cégek fognak alakítani a konstrukción belül, mert nagyon elveszi a figyelmet már ez a nyomkodós, és lebutítják, leegyszerűsítik, hogy ne az legyen, hogy mindenki mindent nyomkod a sokkal jobban elvonja a figyelmet egyébként, az a sok-sok minden, ami kínál egy autóműszerfal, mint például csak az, hogy telefonálni, amit nem teszek. Jó, lányok, megnézzük, hogy tudtok vezetni autót. Kéziváltós. De hogy itt most lehet, hogy a nőjogi szervezetek már egy kicsit tiltakoznak, miért csak minket akarnak vizsgáztatni? Szandi. Igen. Itt van három pedál. Na. Három pedál. Így. Aha, ez a váltó. Ez a kormány. Jó? És én mit csinálok? Elmondom, te ugyanezt megkapod mindjárt. És én akkor egy kicsit pasisan vezetek. Elmondom, mi a feladat, oké? Okay? Okay. Így vezetsz magasarkúban? Aha, abban is jó. Tudok. Tehát álló helyzetből el kell indítanod a motort, elindulsz, balra kanyarodsz, és gyorsítasz 80-ra. Mert nem, az a vagy a kormány. Hát, hogy... Na, várjál. Jó. Okay. Jó, te valaki fogja már azt a kormányt. Jó, addig megfogom, amíg elindítod. Na. Indítsd el. Kinyomta a kuplungot, és üresbe volt a váltó? Üresbe, most azért csinálom ezt, hogy lássátok, mert rázom, hogy biztos legyek abban, hogy üresben van. Igen. Én még nem tudtam úgy beindítani autót, hogy fogom a kormányt, a lábam a kuplungon, és így a váltót rángatom. Simán megy. Nem. Hát nem csak fogom, még rángatom is. Kulcs. Simán. Jó, a kulcsot elhisszük már. Jó. Hát jó, de most Szandi. Elengedem a váltót, hát, akkor eldől. Nem, ne engedem. Na, figyelj, oké, okay, egyes. Okay. Figyelj. Most, oké, okay, mert... Jó. Biztosan. Tökéletes. Jó. Réka. Nem néztél a tükörbe a kanyarnál.
Jó, ez nem keresztvizsga, hanem tudja kezelni az autót, itt a váltó. Nem néztél a tükörbe, a fogom neked a váltót. Jó, kuplunk, fék, gáz. Oké. Okay. Elmondom a te feladatodat. Légy szíves, segíts. Jó? Te leszel a kormány. Szűk utcában vagy. Csak, mutasd meg, mire vagyunk képesek, mi nők. Rékám? Igen, csak én perfekcionista vagyok. Ja, állítsd be az ülést, jó? Meg a kormány. Így jó? Igen? Így kell bemérni, ugye? Ülésmagasság, jó? Kell az ülésmagasító. Igen? Tükör? Hé, elrúgtad a kuplungot. Ó, basszus. Halló. Meg a tükör, rúzsozás. Tükör, meg kell nézni, igen, smink, jó? Közben mondjam a feladatot? Igen, mert bekapcsolom a zenét. Igen? Tehát egy nagyon szűk utcában vagy, és Y vagy többször is Y-nal meg kell fordulnod. Ez korrekt volt. Tudod, mennyire penge vagyok a parkolásban? Szondi utcában éltem, barom jól tudok. A Szondiban? Igen, nagyon kicsi helyre be tudok állni. Tehát figyelj. Ez a fék. Lehet, jó. Oké. De most még egyszer mit kell csinálnom? Szűk utcában Y-ozva megfordul. Tehát akkor most ki kell egy kicsit állnom, jó? Igen, picit ki kell állnom. Kuplunk egyes. Igen. Jó. Akkor most kifordulok. De a gázon kell. Fékkel csinálod az egészet. Jaj, de ez borzasztó, addig nincs lehet. Baj. Jó, de most arra figyelek, hogy merre megyek. Most rükkverc. De mert föl se engeded a kuplungot. Föl se engedted a kuplungot. Te most kivel vagy, Szandi, ja, nem haragol. Ott volt a lábad a féken, láttam ott volt, igen. Alakítom a szerepet. Maci, add már oda a gázt a lába alá. Istenem. Es, jó. Na. Jó, te. Nincs mindig ott egy férfi. Akarod előről kezdeni? Igen. Jó. Tedd üresbe. Kuplunk üres. Jó. Na, indulj már. Már nagyon izgatok. Elindulj. Jó. Kuplunk egyes. Igen. Kuplunk gáz. Kifordulok. Föl... Igen. Kuplunk fék. Nagyon jó. Kuplunk rögmerc. Kuplunk gáz. Várj, visszapillantóba, illetve visszafordulva nézek, nem használom a tolatóradart, ugye? Kuplunk fék, óriás, egyes. Előre! Ja, gáz. Meg vagyunk, jó van. Ez igen. Jók voltatok. Na, mindjárt. Jó, és látod, a nő elpakol maga után a kocsiban. Összeszedi a pedálokat, igen. Hogy a váltót meg kéne nézni, mert kiszakadt. Egyébként a Réka nagyon finoman nőiesen vezet, ezt most megfigyeltem. Elegánsan vezetek. Abszolút. Igen. De ettől még jól vezetek. Elcsúsztunk. Nem én nekem. Képzeljétek el, milyen izgalmas témával jövünk vissza. Egy angol, mondjuk azt, hogy feltaláló pár, kitalált valamit a fesztiválokra. Azt gondolják, hogy ott ugye nagyon sokszor spontán jönnek létre kapcsolatok, és főleg egy koncert alatt ugye nagyon nyűgös keresni egy olyan helyet, ahol az be tud teljesülni, és ők szexkabinokat építenének fel fesztiválokon. Ezzel az Azari az vitatkozna, hogy nehéz helyet találni. Nem volt szép. Hát büszke vagyok rá. Akkor jó. Várj, félre ne értsen senki, én nem ítélem el. Jobb, akkor tojtóra azt írni, hogy szexkabin azért erős. Hát, nem is használták belülről. Szóval, ebbe a szexkabinba várnak benneteket, akik összetalálkoztattok spontán a fesztiválon. Ezt is el kell majd játszani? Nem. Kikivel lesz? Annyit segítek, abban is játszik az esernyő. A többit elmondom, egy pár perc múlva a reklám után. Hát nem tudom befejezni, hogy miről szól a következő rész, de most elmondom szépen részletesen, képzeljétek el, egy angol cég talált fel valamit, hát ezt szerelmi kapszulának hívják ők, és ezt... Nagyon szép. Ugye szerelmi kapszula, minden két szép, szó szép. Kapszula. Főleg a kapszula.
Igen. Na, elmondom pontosan ez mi. Ezt fesztiválokon lehet majd bérelni. Ők úgy fogalmaznak, hogy a koncerteken vagy sorbanállás közben frissen szárba szökkent szerelmek azonnal be is tudjanak teljesedni. Jaj, de szép gondolat. Igen. Hogy higiénikusan teljesedjenek. Hát azt nem. De van benne ez is, majd mindjárt meg... Szóval, meg gyerek, a zavartalanul. Gyerekek, ez egy szerelem kapszula, ezt 59 fontért lehet kibérelni a fesztiválon 25 percre, és igazából neked már csak partnert kell találni. Hát várjunk már, azért az nem... Ez egy hasonló technikával működő WC, azért de ez csak azért... Azért mutatjuk ezt, mert... Ez elég sokba kerül. Igen, tehát akkor ez 60 font. Sok sokba kerül. Hát az egy napi jegy. Na jó, de hát amit kapsz, elmondom, mit kapsz. Belülről kilátsz, de kívülről nem látsz be. Tehát kívülről tükröződik az egész. Atya úristen. És ez még nekem mindig nem ér 60 fontot. De. Tehát, hogy belülről tudod élvezni a koncertet, miközben ugye a spontán kapcsolatoddal, aha, akit egy mohító és még egy mohító között megismertél. Jó, csak 25 perc, ez nem egy koncert, azért a koncert legalább egy... Hát egy de van neked perc. Terved tovább, mint 25 perc? Hát nem tudom. Ez ital függő, hogy... Ja, igaz, az is igaz. A partner függő is, nem? Ital és partner függő. Na, és mennyire hangszigetelt ez a... Nem hangszigetelt, nem ez a lényeg. Hát az tök praktikus, a koncert ugye bejön, igen, de ami bent van az... Hát ez nem tud kimenni, ez mert... Ez szól a zene, minek hangszínű? Igen, zene? Szól a zene. És pont elhallgat a zene. Ez nagyon kellemetlen. De elmondom még... Nagyon kultúrált az egész, mert azt mondják, hogy amikor belépsz, mielőtt belépsz a kabinba, képzett személyzet dönti majd el, hogy mennyire tud dönteni az illető páros bármelyik tagja arról, hogy akkor majd mi következik ott a kapszulában. Bocsánat, de és ez a képzés, ez hogy működik? És a szemükben maradnak velünk, vagy? Nem, hogy ez tényleg közös akarat-e, vagy te túlságosan leítattad az illetőt, ja, vagy begyináztad. De tehát, hogy ez tényleg nagyon fontos, tehát, hogy van egy ilyen tanfolyam, amit meghirdetnek, már a szöveg is nagyon érdekel, hogy hirdetik meg a képzést, ahol olyan szakembereket képeznek, akik majd a kabinokban eldöntik, aha, hogy bemehetsz-e szexelni, vagy sem. De nem, tehát na, de gyerekek, azért biztos ti is voltatok olyan helyzetben, hogy örültetek volna, ha megment benneteket egy ilyen ember. Ez hasonló. Én inkább hasonló olyan helyzetben voltam. Úgy kellene képzelni, mint ezek a szauna mesterek, tudod, ugye? Szauna szeánszok vannak. Nem tudom, én így három gyerekes szülőként lehet, hogy inkább a parkokban és játszóterekben helyeznék el ilyet babysitterek segítségével, nem? Ez is egy jó... Három gyerek mellett, nem? Egyébként a gyerekeket. Az egyik kitaláló hölgy, és ő azt mondta, hogy onnan vette az ötletet, hogy a koncerten összekapcsolódott a tekintete egy nagyon jóképű fiúval, és eszébe jutott, hogy milyen jó lenne, hogyha két dal között neki lenne lehetősége arra, hogy ők ott valamit ott valahogy. És innen született az ötlet. Gyerekek, először is ilyen spontán vonzalom valaha volt-e a ti életetekben, hogy kialakult egy ilyen hasonló eseményen? Ez a spontán néhány mohító, néhány burító, néhány mohító. Nekem rendszeresen volt és egyszerűen csak találkoznak a... Nekem rendszeresen volt ilyen. És találkoznak a tekintetek. Ez a wow, ez a spontán varázs. Ez... Mi a Szandival egyszer találkoztunk a színpadon koncerten, egymás után. A lányok nem értik, miről beszélek. Egyébként, hogy ennek, tehát az ötlet tetszik, de hogy nem csak az ilyen hirtelen szerelmeseknek, ezt próbáltam elmondani. Tehát ja, azért értem, hogyha te mondjuk elmész a pároddal is. Hát tehát hogy végre kihújtan az ember a párjával a családi körforgásból. Persze. Mama, három pici gyerek. Persze. Hát igen. És akkor mondjátok a gyereknek, mama vagy a papa elmegy koncertre. Igen. Koncertre. És a koncerte. Üvelőknek. És akkor igen. Na, igen, de nem, ez is érdekel ez a része, de egyébként visszatérve a fesztiválokra és a koncertekre, hogy ebben szerintetek nincs valami bestiális, mert ugye ebben pont az az izgalmas, hogy ott, mit tudom én, két Red Bull whisky között összetalálkoztok, egymással leheltek, tök jó az egész, érzitek, hogy valami, és akkor még megvan, hogy végignézem a Well Hello koncertet, és utána a sátorban majd elcsábítom, ugye ez az egésznek van egy kaland feelingje. Hogyha viszont odaviszem
a kabin elé, akkor tudja, hogy mi... És marha feltűnően kinyitjuk az ajtót, bemegyünk, igen, és aztán kijövünk, törölgetjük magunkat. És mindegy, és tényleg jön. És amúgy mindenhol vannak ilyen kellemetlen alakok, akik ott lesznek is rajtam. Abszolút. Ja, most jöttek ki, mit csináltatok, hogy jó, ilyen nagyon jó arcok, tudod? Az ellenőr, ugye, aki eldönti, hogy mehetsz, vagy nem. Te mehetsz, az is milyen tényleg, hogy belépsz a kapszulába, és ott állsz egy ismeretlen ember, és egy vizsgálgat, hogy na jó, oké, ti bemehettek. Hogy nem is értem. Mi alapján dönt? Ki égetni, és kijössz a kapszulából, te vagy a csaj, mondjuk veled ki. És azt mondanám, hogy... Így jönnél ki tényleg, de így jönnél ki nyugi. De ettől még nekem ugyanolyan jó lenne. De tényleg ez mondjuk Réka, mi egy Well Hello koncerten vagyunk, maradjunk el, és összetalálkozik a tekintetünk, és hogy tök ezért még fizetek még egy Red Bull vodkát, és akkor elkezdek kézen fogva sétálunk, és oda viszlek a kapszulához. Akkor te nem ábrándulnál ki? Hát nagyon meglepődnék a biztos. Szóval, hogy az túl direkt, nem? Elég direkt. Hát szerintem pont annyira vinnyogva kezdenék erőhögni, mint azt a műsor elején lett. Jaj, ez... Gábor! Te... Én egyébként, én kipróbálom a párommal, már csak buliból is. De hogy ez igen. Egyébként... Én kipróbálom. Figyelj, bocsánat, és egyébként hozzá nekem, hogy mondjam, a toj-tojhoz képest nem sok különbség van, hogyha azt tényleg mindenki olyan... arra használja, miért kit akar így nem volt, hát ez nem volt, ami fesztivál a toj-tojhoz. Szoktam érezni magam, amikor szabadtéri helyszínen vagyok, és megkérdezem, hogy elnézést, hol a toalett. Hát itt van. És akkor kimegyek, és látja a közönség, persze, hogy a művésznő elmegy pisilni. Na, és most azt látná, és hogy a művésznő elmegy. És nem. A művésznő a színpadon van. Szerintetek egyébként melyik koncerten a leglazábbak az erkölcsök? Tinta, Nyúl, Szandi vagy Curtis? Természetesen a hölgyek előrébb vannak jóval. Te a gyerekek nagyon erkölcstelenek tudnak lenni. Tényleg? Itt. Hát, nem, na, hát nem. Most húzták ki az összes buli dátumodat, ezért a mondat. De jó, akkor tegyük fel, ez rád nem vonatkozik, Szandi, Curtis, színpadon álltok, tudjátok, hogy most már ezek a szexkapszulák, itt is látjátok is a szexkapszulát is, és látjátok, hogy valaki éppen bemegy, de ti énekeltek, előadtok, ez valahogy megakaszt benneteket, vagy ez... Büszkeséggel tölt el. Nekem a tezenéd ezt hozta ki belőlük. Hogy... Én amúgy nekem sokszor, hát hogy látom a színpad előtt, hogy nagyon-nagyon csókolózik egy pár, de nagyon, hogy ilyen, már a kapszulába kéne lennünk ilyen nagyon. Én nekem az tetszik, ez hogy jól érzi magát, vagy jól érzik magukat. Ez jó dolog szerintem. De nálat is szoktak ilyet? Már én is a színpadon, hogy láttam már szoptató nőt. Hát én simán ott a második sorban. Én most nem mondok semmit. Jó, akkor tegyük fel. Rosszak vagytok. Én is itt megállnék. Mi vagyunk rosszak? Én nem mondtam semmit. Na de gondolva van. Ne, én nem. Védj meg, légy szíves. Ne, én nem tudom, miről beszél. Köszönöm szépen. Tegyük fel. Jó ízlésű ember nem tudja. Így van. Így van. Tegyük fel, Réka álma megvalósul, és a város tele lesz ilyen kapszulákkal. Akkor ti például, Szandi, hogy sétálsz a Csabival az Andrássy úton, és ott egy kapszula. Te azért ugye, azért benned van a dög még mindig, hát én tudom. És hogy melyikőtök mondaná előbb, hogy menjünk be? Én úgy elképzelem, hogy megyünk az Andrássy út, ott a kapszula, és Csibi, gyere! Ugye? Mennél? Én pont nem, így képzelem, ha rátok gondolok. De miért most amúgy nálatok is simán lehet. Pontosan apuka meg annyira... anyuka elmegy, elviszi a gyerkőcöket. A igen. Tintanyúl, vagy micsoda? Bocsánat, de most komolyan. Tintanyúl. Akkor mondtam, akkor miért néztek úgy? Addig úgy is elvannak a gyerekek. Tintanyúl úgy is megy.
apa meg a mama meg bemegy a kapszulába, ami a... Majd koncert után, hát előbb nézzék vissza, vagy nézzék de meg. De hallják ők, meg látnak is. Csak közben ők el vannak. És a gyerk, úgyis a gyerk. De elmondanám, hogy a közösségünk húsvér emberekből áll, igazi férfiak és nők, vagy illetve családok, bármilyen családok, és hogy ezért egy kisgyerekes, tehát attól, mert valakinek kisgyereke van, vagy nagyobb gyereke, a szenvedély az ugyanúgy ott tud lenni. Ezért tehát, mondom. Hogy ez nem vicc, ez komoly, jöjjön, ne legyen kapszula. Azért mondom, hogy... Attól, mert hogy más a műfaj, erre akartam kivagni, hogy attól, hogy más a zenei műfaj, attól függetlenül a papa meg a mama ugyanúgy megkívánhatja egymást. Persze! Hát hogyne? Legyen kapszula! Ott is. Hova lehet? Hogy lenne, hogy néz ki a színpadkép a Tintanyúlnál? Tehát ti vagytok itt, a zenekarral. Hol vannak a gyerekek és hol a kapszula? Akarod látni a kapszulákat? Nem. Te nem akarod látni a kapszulákat. De miért? Hát nem látom. De várjál, ha te nem látod, ők se látják a koncertet közben. Hát bentről. Azért mondtam, hogy a szerencsésebb lenne azért, hogyha a koncert után történne. Laci, ha Óbudán, amerre laksz, Osan mellett lenne egy kapszula, a feleséged, de mész, dobjátok be a százast a kosárba, és látod, hogy ott egy kapszula. Olyan csöndes vagy, igen, már jó csöndes ideje, vagy. Mi nem, mert nekem egy csupa praktikus kérdésem van, tehát azért amikor valaki egy Curtis koncerten ben van egy csajjal a kapszulában, és akkor a lány egyszer csak azt mondja, hogy várj, ez a kedvenc számom, és akkor... Hülye vagy ketyeg a 60 font? Igen. Tehát olyan izé. A Tintanyúl koncerten milyen jól mondtam a nevét. Ott én is jól mondtam, csak szülők, biztos. Ott maradnak biztos csak a gyerekek, és akkor egyszer nem, csak az anyuka kihajol az ajtó, hogy engedd el őt, ne bánts a gyerekre. Igen. Tehát ez egy csomó praktikus kérdés felmerül. Van ez zuhanyzó a kapszulában? Nincs zuhanyzó, hát ez pici kapszula. Igen. Igen, tényleg, megy a gyömötő, több medve cukrot, mondtam, hogy nem lehet. Mindjárt jön anya, csak apádnak egy kicsit tovább tart. Curtis, mondjuk te sétálsz a barátnőre az Andrássy úton, meglátod a kapszulát, és épp nyílik az ajtó, és jönnek ki a Szandék a Csabival. Lenne párbeszéd. Persze, hogy hát vicc, nem is vesz. Hát ilyenkor lenne igazán párbeszéd. Várjál, jönnék, és mit mondaná? Hello, ti! Mondanám, mi van, mi a helyzet, gyerekek? Jó volt? Jól éreztétek magatokat? Még én nem próbáltam ki, érdemes megérni ezt a 60 pontot. De mi az, hogy gyere, Atti, tök jó? De Szandi! Köszönöm szépen, nem akarom folytatni, mert belefogsz melegedni. Hát, Atiék egyszerre érnek oda a Szandiékkal, és ha nekünk is most van lefoglalva, nekünk is, akkor és minden. És mindez egy Tintanyúl koncerten, nem? Én remek volt, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Farkasházi Réka, Szandi, Lovász Laci és Curtis. Jó. Még mielőtt elbúcsúzzunk, akkor beszéljük meg, hogy mit vágatunk ki. Hát én nem tudom, hogy az életben többet nem jön senki Tintanyúl koncerten. De, én. Vagy most jönnek, vagy mit? Apukám! Nem, hogy a gyereket ott hagyta, mindegy, most már maradok. Az a kapszula, amiről beszéltek, az van már. Én búcsúzom. Egy hét múlva találkozunk. Viszontlátásra.